Idén november utolsó vasárnapján kezdődik az advent. A katolikus hagyományban az adventi koszorún elhelyezett négy gyertya a négy vasárnapot jelenti. A három lila és az egy rózsaszín azt jelzi, hogy a bűnbánati időszak harmadik vasárnapján van okunk az örvendezésre is, mert közel van már karácsony ünnepe. A gyertyák mellé fogalmakat is rendeltek, így a három lila is más-más üzenetet hordoz. Az elsőhöz a hit kapcsolható, a második a remény, a negyedikhez pedig a szeretet, a harmadik gyertya az öröm szimbóluma. Az emberi életben a várakozás mindig a legnagyobb dolgok közé tartozott. De most ebben a nagyon megváltozott és zavarossá vált világban különösképpen is tanulnunk kell a várakozást. Az advent, mint minden egyházi ünnep, az emberi életnek egy nagyon fontos felületére irányítja a figyelmet. Az advent a várakozás. És meg kell, a gyerekkel meg kell tanítani egy szülőnek a várakozást. Hogy megvárjon, hogy beérjen egy gyümölcs. És most ugyanezt kell az egyházban, a családokban megélni, arra nagyon vigyázni, ez nem tétlen várakozás. Ez nem a busz megállóban állok és várakozom, hanem ez egy nagyon aktív munkával, figyeléssel, készülettel történik, de tudom, hogy valami több, jobb jön, és én is ezt élem. Most mondhatnám, hogy nem négy hét az advent, persze akkor ünnepelj, de most az egyházmegye egy óriási adventben van, egy óriási várakozásban, hogy tudjuk megújítani a közösségeinket, a plébániai közösségeinket, hogy tudjuk a családjainkat egy kicsit még élőbbé tenni, és hogy tudunk segíteni mindazokon, akik tőlünk várják a segítséget, és az Isten rajtunk keresztül akar nekik segíteni. Viszonylag most Mária Gyüdön egy csendes időszak következik, de még mozgalmas az advent is nálunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember a békéért imádkozik. Ezt érezzük a saját bőrünkön, az árak emelkedésén, mind a boltba, mind a gáz villanyáraknak a fölemelésében, ami a háborúnak a következménye. Beszélnek arról, hogy város szerte majd a közvilágítást is le fogják kapcsolni. Beszéltünk a polgármester úrral, hogy ezt az adventet mégis városi szinten, hogy tartsuk-e meg. És akkor mondtam, hogy igen, szerényebb formába, de legyünk jelen az emberek életébe, világítsunk, és én úgy gondolom, hogy most egy kicsit az advent visszanyeri az értelmét, mert mi ezekkel a vásárokkal, a külső csillogásokkal úgy elfedtük a mi emberi sötétségeinket is, és egy kicsit az adventnek a csendességét is megtörtük. Ez a négy hét az egyházban mindig egy kis önvizsgálat ideje. Egy születésre készülünk karácsonykor. Nem mindegy, hogy az ünnep által mi születik meg bennünk, ki születik meg bennünk. És ez jó egy kicsit az ember, hogy a világtól egy kicsit lecsendesedve érkezzen meg az ünnepbe, hogy ne úgy beessünk az ünnepbe, vagy átessük rajta, hanem megérkezzünk az ünnepbe. Most az adventnek ez a várakozás ideje, a négy hét, ez erre szolgálna. Ugye az egyház mindig jelképekbe gondolkodik. Most az adventi koszorú, ha így megnézitek, az emberi teljességet mutatja számunkra, mert a koszorú a zöld, a remény színe. A lila szín, a bűnbánat színe, és van egy rózsaszín, vagy fehér, az az öröm színe. Hát nem létezik emberi élet se bűnbánat, remény és öröm nélkül. És ez egy kicsi megérkezést ad, kicsi vagy lelassulást az életbe ez az adventi idő, és ezt ki kell használni önmagunk miatt, hogy tudjunk ünnepelni, ne kifele a külsőségekben, hanem kicsit belül ünnepeljünk. S talán ez a csendesség, ez a békétlen időszak, talán egy kicsit így lesz megnyugvásunkra. Szorongó világban élünk, ugye leginkább az anyagiakra gondolnak az emberek, de hát a háború is ott van mögöttem, és sok minden más.
Én azt gondolom, hogy az advent, a várakozás ténye, az arról beszél, hogy van kit mit várni. Tehát nem szabad a jövőt elengedni. Éppen valahol most olvastam a Karthauziaknak a bölcsességét, Szent Bruno az alapítójuk, és ő azt mondja, a világ forog, a kereszt áll. Tehát egy ilyen ideológiai zűrzavarban és gazdasági bizonytalanságban. Kell szilárd pont. A világ forog, a kereszt áll. Emlékszem, mert Felvidéken Eszterházy Jánosról volt egy konferencia, és az egyik előadó mondotta, hogy a keresztnek a függőleges szárán na visszintes szár, és menni stabilabban, szilárdon áll a keresztnek a függőleges szára, annál stabilabb a horizontális szál. Tehát a vertikum meg a horizontális, ennek a kettőnek a szilárdságát kell vigyáznunk, hogy ne veszítsük el a jövőbe vetett reményünket. Én azt gondolom, az advent, amikor várakozási időről, adventus domini, ugye a teljes neve az advent szavunknak, az Úr érkezte, szóval tudjuk azt, hogy nem ellenség érkezik, hanem az Úr érkezik. És az egész életünk ez. Az egész életünk ez. Volt egy papnevelésben egy kollégám, és mikor jöttek be a kispapok a szemináriumba, mindig ezt mondogatta a beérkezőknek, hogy megy a maci befele a málnásba. A végzősöknek meg mondta, megy a maci kifele a málnásból. És akkor egyszer, hogy elmúltam 60 éves, és kezdtem magamra alkalmazni azt a mondást, hogy már nem élek 60 évet a Földön, most már megy a maci kifele a málnásból. És akkor rájöttem, hogyha én hiszek az Úristenbe, meg hogy az élet az valahova tart, akkor nem mondhatom azt, hogy megy a maci kifele a málnásból, hanem csak azt mondhatom, megy a maci befele a málnásból. Szóval én azt hiszem, hogy nem szabad átadni magunkat a jövő nélküliségnek. Van jövünk. A világ forog, a kereszt áll. Szilárdon. Az első adventi koszorút a hagyomány szerint egy német evangélikus lelkész készítette 24 gyertyából, aztán már csak a 4 vasárnapit tartották meg. A gyertya Jézusra emlékeztet minket, aki a világ világosságaként jött közénk. A protestáns felekezetek számára is mind a 4 vasárnapnak megvan a jelentősége, és mindegyik gyertya más-más gondolatot hordoz. Az európai hagyományhoz szokott embereknek azonban furcsa lehet, hogyha az adventi koszorún nem 4, hanem 6 gyertyát látnak, pedig akármilyen hihetetlen, az adventi várakozási időszak az 5. századig 6-7 volt. Ezt a szokást tartották meg a bizánci rítusú egyházak, ami a néphagyományban is fontos szerepet játszik.